Köszöntöm a Zárt Café Fehérvár valamennyi nézőjét. Varga Gábor farkas neve nem ismeretlen itt Székesfehérváron, de nemzetközi szinten sem. Tervező, grafikus, a plakátok is érdeklik, mostanában pedig művész könyveket gyűjt, ismerjék meg önök is. Szervusz Gábor, köszöntelek itt a Zárt Café Fehérvárban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyha én visszagondolok, hogy mikor is ismertelek meg, vagy legalábbis a munkádat mikor ismertem meg, az talán a Mékasaula óriás plakátokra tehető. De tulajdonképpen mi volt az, ami téged a művészet irányába vitt, mikor kezdtél el foglalkozni művészeti tevékenységgel? Hát én ugye egy rajztagozatos gimnáziumba jártam Várpalotán, és már akkor így komolyan érdeklődtem a képzőművészet iránt, de akkor még nem tudtam, hogy azon belül milyen irányba fogok elindulni. És igazából pont ez az időszak, amit említettél, az a Fehérváron, ugye a Városi Képtárban kezdtem el dolgozni, és mellette ugye már a Mékas aulában tag voltam, és akkor jött nekem ez, hogy inkább az alkalmazott művészet felé indulok el, tehát a tervező grafika felé, és akkor hát onnan jöttek a következő lépcsőfokok, képzőművészeti egyetem. A Tóparti gimnáziumhoz is azért van kötődésed, hogyha jól tudom. Félig meddig. Nem tudom pontosan, mert hogy én oda nem jártam. Én Pinke Miklós szakkörébe jártam. Ennyi kötődésem van egyébként, de a gimnáziumban. Azért, mert a Pinke Miki már volt itt nálunk vendégként, aha, és ő például említette ezt a közös együtt gondolkodást és ilyen jellegű tevékenységet. Igen, igen, tehát az időszak volt, amikor mondjuk így az akkor induló tópartis művészeti osztályok, tehát hogy volt egy nagyon jó társaság, és akkor a Pinke Miki féle szakkörökre járók is, tehát egy nagyon jó csapat volt, és hogy akkor nagyon jó megnyitók voltak, meg közös kiállítások. Tehát ilyen szempontból így igen kötődöm. Alakultak ki esetleg akkor barátságok is, amik meghatározóak lettek az életedben? Hát ugye a középiskolától indult már a Garami Rihárdal a barátságom, és sok közös munkánk volt, tehát a Képzőművészeti Egyetemre is egy időszakban jártunk, akkor a Kis Róka Csaba is az a vonal, úgyhogy a Gold, Mékasom belül, tehát hogy van jó pár ember, akik a mai napig is Fehérváron is aktívak. Egy ilyen baráti társaság, egy ilyen légkör, az lehet inspiráló? Tehát te például észrevetted azt, hogy mondjuk volt akár hatásuk rád, vagy akár neked rájuk hatásod, vagy miért jó egy ilyen társaság? Hát egyértelműen, tehát nem is feltétlenül ugye a szakmán belül, de hogy ez a társaság, tehát sokféle zenészek, tehát mindenféle kultúrához kötődő ember volt abban az időszakban és abban a társaságban, és hát egymásra hatással voltunk, tehát hogy ki milyen zenét hallgat, milyen képzőművészeti irányzatokat kedvel, és akkor ez így fejleszti az embert, meg a világlátását így szélesíti, tágítja. A Kortárs Művészeti Fesztivál programjaiba is bekapcsolattál többféleképpen, többféle módon. Hogyha jól emlékszem, akkor volt Fűnyíró Fesztivál, és ezekről beszélgessünk egy kicsit. Igen, ez 2003-ban volt, hogy ugye a Börgyer Kulturális Egyesület megalakult. Ugye akkor szintén akik a Mékasban is voltak tagok, tehát hogy az a csapat részben ebbe is belekerült, és akkor közös ilyen figyelemfelkeltő művészeti akciókat szerveztünk, ilyen összművészeti kis fesztiválokat nevezzük így, és hát annak a része volt például ez a Fűnyíró Fesztivál, illetve akció, ennek az ötletgazdája egyébként a Kocsis Balázs, és tehát ez egy nagyon jó kis időszak volt, és ez egy nagyon jó csapatmunka volt egyébként. Hogyha már a Garami Ricsit említetted, a vele való barátságot, akkor például vele mondjuk nem csak a Fűnyíró Fesztiválon, de hogyha jól emlékszem, Kirakat Galériában és egyéb ilyen jellegű dolgokban is együtt dolgoztatok. Többféle területen, tehát volt, illetve még a Kirakat Galéria évente egyszer még azért sikerült beüzemelnünk. Tehát ez is közös vonal, voltak közös képzőművészeti alkotásaink is, tehát akár a Fűnyíró akcióra mi is készítettünk közös munkát, illetve ugye ő a párjával megalapították a Marionett Manufaktúrát Budapesten, és
papírjátékokat, illetve marionettbábokat készítettek, és egy-két ilyen játékban én is közreműködtem grafikus, tehát ilyen szinten is vannak közös munkáink. Említetted úgy, hogy tervező grafikus vagy, de azért sok minden másban kipróbáltad magad a kortárs művészeten belül. Mi az, ami így kedvenc vagy kedvessé vált számodra? Most a legutóbbi ilyen kalandozás az Szegeden volt. A tavaly nyáron részt vettem egy bábszínházi munkában, ami egy operának a bábszínházi feldolgozása, és ott, mint látványtervező dolgoztam. Az egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ez még nekem egy abszolút új terület volt, és nagyon izgalmas volt ez a fajta színházi közeg, a műhely munka, a bábkészítésbe belelesni. Tehát ez egy ilyen kaland volt például. Kísérletező alkat, vagy ezek szerint? Vagy szeretett kipróbálni az új dolgokat, új dolgokban magad? Tehát, hogy ezek így mindig megtalálnak, tehát nem tudatosan keresem mindig az újat, de valahogy ezek mindig rátalálnak az emberre egy idő után, és akkor így persze ez így izgalmas, és így az ember nem akarja kihagyni, és kíváncsi rá, hogy meddig tud elmenni, és mik a határai. Tehát, hogy ilyen szempontból igen kísérletező vagyok, és keresem az új lehetőségeket, új közlésformákat is. Volt már, ami így rátalált, és azóta is elkísér? Mondjuk egy ilyen képzőművészeten belül műfaj, például a művészkönyv, amit még ugye a Városi Képtárban dolgoztam, és akkoriban volt 2000-ben ennek egy Kowalowski Márta szervezte nagy nemzetközi kiállítása, ahol mint rendezőként a múzeum alkalmazottjaként részt vehettem benne. Tehát az egy ilyen műfaj volt, ez a művészkönyv, ami egy ilyen nagyon újszerű volt, nekem izgalmas volt, tehát hogy nem táblakép, nem szobor, valami más terület. Ez egy ilyen dolog, ami a mai napig így tart, tehát legutóbb a Móri művésztelepen voltam tavaly nyáron, tehát ott is hasonló jellegű ilyen könyveket készítettem. Ez a kiállítás egyébként nem régiben zárult le a Pelikán galériában, hogyha jól tudom. Igen, idén februárban ért véget. Mi volt az, ami tetszett? Hogyha már a Móri művésztelepnél tartunk, akkor mi volt, ami jó volt? Mondjuk voltak esetleg új tagok vagy fiatalok, akikkel eddig annyira nem dolgoztál még együtt, uh-huh. és esetleg jobban megismerted őket? Vagy? Hát tulajdonképpen ez is volt a célkitűzés, hogy a Fehérvári Művészek Társaságán belül ugye a fiatalabb korosztályokat egy kicsit összép hozni, és ugye kevés lehetőség van, mert sokan, tehát már mindenki dolgozik, tanít, vagy nem is Fehérváron él, és akkor ez egy ilyen jó alkalom volt, hogy aki eljött erre a művésztelepre, akkor egy-két hetet együtt lehetett tölteni, és akkor látni ki, mit csinál, hogy dolgozik, tehát hogy ez egy izgalmas dolog volt. A művészkönyvet említetted, és könyvek láthatóak melletted. Igen. Én ugye mondtam, hogy hozzá magaddal néhány személyes tárgyat. Miért ezeket választottad, miket hoztál magaddal? Ezek már úgy művészkönyvek, de inkább olyan értelemben, hogy ezek művészi könyvek, és egy olyan szeletét ragadtam ki, abból is többféle könyvet hoztam, hogy ez egy viszonylag nagy múltú már, tehát vannak itt olyan könyvek, amik az 1800-as évek végén készültek, ezek természetesen most itt ilyen reprintek például, és ezek akkoriban nagyon nagy divat volt, ezek a mozgatható lapokkal ellátott könyvoldalak, és illetve ilyen karuszel típusú könyvek, ahol tehát hétköznapi jeleneteket, cirkuszokat és bálokat, egyéb rendezvényeket ugye lemodelleztek, és akkor ezek ilyen nagyon izgalmas ilyen megoldásokkal élnek ezek a könyvek, ilyen optikai játékok is részben. És így elkezdtem gyűjteni ezeket a könyveket, ha úgy tetszik, és ennek vannak nagyon szép mai darabjai, például ez is egy francia könyvtervező művésznek a munkája, ami szintén ezt a vonalat viszi tovább, igaz, ez mondjuk pont egy ilyen tipográfiai mű, egy ABC soroló gyakorlatilag. Tehát, hogy így a művészkönyvben ilyen szinten is van kötődésem, hogy szeretem ezeket a tárgyakat, vagy a könyveket,
gyűjteni, és ha lehetőség van rá, akkor begyűjteni őket. Van egyébként köztük kedvenc darabod? Ami nagyon, ez is egy friss szerzemény, ez egy nagyon szép darab, ami nagyon szép ilyen színes és térbeli, inkább, tehát már szinte képzőművészeti konstruktivizmusra, illetve egyéb mobil szobrászatra emlékeztető megoldásokkal dolgozik. Tehát ez például egy friss darab, ami most különösen kedvencem. Tehát kevésbé konkrét, mint ezek a korábbi könyvek, inkább ilyen elvonatkoztatottabb jelrendszerrel dolgozik. Amit szereted a könyveket, vagy szoktál olvasni? Hát, hogyha most a művészkönyvektől egy kicsit elrugaszkodunk. Varga Gábor mit csinál a szabad idejében szívesen, azon kívül, hogy művészkönyveket gyűjt? Nyilván szeretem az irodalmat is, olvasom is, tehát, hogy aktív kultúrafogyasztónak tartom magam. Hogyha egy kicsit a jövőbe nézünk, akkor milyen terveid vannak? Idén most több pályázatra készülök. Elsősorban most plakátjaimat nevezem be néhány nemzetközi pályázatra, úgyhogy most egyelőre eredményeket várok, hogy bejutnak-e a munkáim. Idén lesz Varsóban a 23. nemzetközi plakát biennálé, ami a világ egyik legrangosabb én alkalmazott művészeti biennáléja, tehát hogy oda is küldtem munkát, és hát hamarosan kiderül, hogy bejutnak el munkáim. Azért te egy szerény ember vagy, mondjuk el a nézőknek, hogy te sikereket is értél el, akár ebben a műfajban is, a plakát műfajában, de más terepen is nemzetközi sikereket is értél el. Igen, mire? Hát a plakátok kapcsán neked volt már nemzetközi bemutatkozás. Ja, igen, tehát hogy ezért nem új keletű dolog, tehát most már, tehát én az egyetem elvégzése óta már küldözgetem a munkáimat, és keresem szintén ezeket a megmérettetési helyeket, és tagja vagyok a Magyar Plakát Társaságnak, tehát velük is sok kiállításon vehettem már részt. Tavaly évben Csehországban, Lengyelországban is szerepeltek a munkáink, illetve az idei évben Izraelbe is eljutnak majd a plakátjaink. Tehát a plakát lehet az egyik út, és más aktuális projekted, munkád van még? Hát pályázati szinten van szintén egy színházi munka lesz a szegedi csapattal, akikkel dolgoztam tavaly nyáron, és hát egyelőre ez még pályázat, és ez is egy ilyen látvány- vagy díszlettervezői munka lesz majd. Illetve ott már Majoros Gyula képzőművésszel együtt dolgozva, aki majd szobrokat és bábokat fog majd tervezni a projekthez. Bábokról, szobrokról, tervekről beszélgettünk, ejtsünk egy kis szót az állatokról is. Megvan még a kutyusod? Igen. Igen. Hiszen nagy állatbarát van, róla mit kell tudni? Sokszor lehet titeket látni mindenfele, városban, tóparton. Hát igen, egy labrador retriever, 6 éves, és nagyon játékos, imádom, úgyhogy ami időt lehet, azt vele töltök és viszem magammal, amerre csak tudom. Többekben felmerül a kérdés, így, akikkel így beszélgettünk már, hogy a művészi pálya és mondjuk a pedagógus pálya mennyire fér meg egymás mellett, vagy neked nem voltak például pedagógiai ambícióid, hogy mondjuk továbbad akár egy óra vagy szakkör keretében a tudásodat? Többen megkerestek már, hogy lenne lehetőség, de én még egyelőre nem érzem azt, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Lehet, hogy eljön majd egy ilyen időszak az életemben, elképzelhető, de így nem volt, tehát se az egyetem alatt nem volt bennem ilyen késztetés, hogy én most mindenképpen tanári pályára induljak. Nem tudom, lehet, hogy még úgy alakul, hogy ez is lesz még az életemben. Akkor most mondhatjuk azt, hogy akkor jelenleg szabadúszó kortárs képzőművész vagy? Hát a kortárs képzőművésznek nem is, inkább alkalmazott grafikusnak nevezném magam, de igen, így szabadúszóként, tehát több helyre
dolgozom, tehát grafikai munkákat, illetve egyéb munkákat. Könnyű vagy nehéz ez a pálya, hogyha ma újra kezdhetnéd, akkor ugyanerre a pályára mennél? Én nagyon, nagyon élvezem, és elképzelhető, hát ezt így nem tudhatom, de szívesen, tehát hogy nincs vele semmi problémám, és egyelőre csak pozitív tapasztalataim vannak, tehát hogy úgy érzem, hogy ezt választanám. Lehet, hogy más területre orientálódnék kicsit, de így alapvetően erbe az irányba indulnék el, azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Józsa Judit kerámia szobrász munkái láthatóak a Szent István Művelődési Házban. Erre a különleges kiállításra invitáljuk most Önöket. Mesés táncok, táncos mesék címmel nyílik kiállítás itt a Szent István Művelődési Ház galériájában. Nagyon szép régi motívumok, hagyományokhoz visszanyúló tárlat ez, és most már össze is állt ez teljes anyaggá, de mégis mit kell tudni a kezdetekről, honnan is indult ez a tárlat? Valójában Székelyföldről, hiszen én székely lány vagyok, Korondon születtem, édesapám Józsa János fazekasmester, és én tőle tanultam a, úgymond a szobrászatnak, a kerámia szobrászatnak a csínyát, bínyát, és hát valóban a mesék, akiket itt látunk most, gyermekkori álmoknak a megvalósulásai. A táncok egy kicsit komolyabb kutatás eredményei, de hát azt hiszem, hogy az is már gyerekkoromban megfogalmazódott. Általában véve az eddigi kiállítási anyagai mind-mind régen elhatározott nagy témák. Még elárulhatom, hogy sok ilyen van. Első anyag mikor készült el, és mikor formálódott teljessé ez a tárlat, hiszen itt a kiállítás ismertetőjében is szerepel, hogy most már a harmadik rész is elkészült. Valójában az első szobromat 11 évesen készítettem, de a magyar mesevilágot 3 vagy 4 évvel ezelőtt készítettem el, hiszen minden évben új tematikus tárlatokat alkotok, mert hogy kihívás kell, és fejlődni szeretnék mind technikailag, mind szellemileg, és mind természetesen művészként. És azt hiszem, hogy azok a tárlatlátogatók, akik évről évre megnézik a kiállításaimat, ők is kíváncsiak, hogy mi az, ami még kipattanhat mondjuk egy székely leány fejéből, és hát egy ilyen nagyon-nagyon szeretett téma a magyar mesevilág. Azért volt fontos számomra, mert hogy a magyar népmesékben az ősvallás elemei megjelennek, mint ahogy éppen az életfában is látjuk a párosan pihenő csodaszarvast, vagy éppen ugye a rézerdőt, a páros galambokat, és hát az aranyerdőben a székely róvásírásban az egyisten hitet jelölő jelet is. De hát a magyar táncok, hát ez egy különlegesség. Milyen szomorú, hogy a Izsó Miklós óta egyáltalán senki nem foglalkozott a magyar művészet történetben, és egyáltalán a képzőművészetben ilyen tematikus tárlatokkal. Ezért választottam valójában ezeket a témákat, mert úgy éreztem, hogy egyfajta űr az, amit be kell nekik tölteni. Jaj, de szépen harangoznak! Táncos témájú szobrokat úgy alkotni, hogy ne csak egy pillanat legyen merevítve, hanem az egy élvezhető, a táncnak a virtusát és hát a lényegét is visszaadja, nem könnyű feladat. Sok kutatás van mögötte, mert egyfajta tánctörténeti folyamatot is látunk a szobrok sétál, átnézegetése vagy a tárlatlátogatás során. Persze úgy, ahogy én szeretem, vagy ahogy az én lelkemben ők megérlelődtek. Különösen szeretem a szerelmes csárdást, vagy éppen a korondi forgatóst, de Izsó Miklós miatt, hiszen művészettörténészként Izsó Miklós táncoló terakotta szobraiból írtam a szakdolgozatomat, a verbunkos tánc az egyik szívem csücske. Jaj,
édesen sírni. Ez volt mára a Zárt Café Fehérvár a Kultúra íze. Legközelebb vasárnap 20:30-tól számítok a figyelmükre.